A beszélgetés alatt feltűnő volt, hogy mennyire sokat tud az aranycsapatról, és mennyire részletesen ismeri az akkori kornak a futballtörténetét, természetesen magyar szempontból honnan ez a nagy ismeret, illetve ez a kötődés. Az aranycsapat ismerete szerint a magyar történelem része, mint hogy a sport is a kultúra része. Engem személyes kapcsolatom annyi, hogy az aranycsapat intézője, a valutaügyeiket intéző Zsűl bácsi, Várvízi Gyula az én nagypapám volt, és az én édesanyám és a nagynéném rendszeres rajongói voltak az aranycsapatnak. Nagynéném még egy verset is írt a 6-3 tiszteletére, most ezt nem idézném, mert annyira nem jó a vers, de mondjuk szép emlék, és zuglói házunkban nagyon gyakori vendég volt Bozsik József, és személyes jó barátunk volt a családnak Gellér Sándor, de mind Grosi és Gyula Mácsit, mind pedig Puskás Ferencen nagyon jó kapcsolatot ápolt a nagypapám, akit sajnos én nem ismerhettem, mert 65-ben meghalt. Mit adtak ők a magyar futballtörténetnek? Tulajdonképpen mindent. 1938-ban ugye ezüstérmes csapatunk volt, már éppen most jelent meg Andrei Dez Gábor a Párizsi Ezüst című könyve, amely szintén egy fantasztikus csapat volt, hiszen ne felejtsük el, hogy azt az olasz válogatottat a magyar edzők tanították meg futballozni, hiszen több mint 16 magyar szakvezető tevékenykedett Olaszországban a 30-es években. Az 50-es világbajnokságra azért nem mentünk ki, mert túl messze volt, de akkor pedig már az aranycsapat gerince megvolt, és 1954-ben egy hihetetlen veretlenségi sorozat után az aranycsapat óriási eséllyel vágott neki a világbajnokságnak mindenkit, ezért is hívták aranycsapatnak, noha sajnos csak ezüst csapat lett belőle. 1954-ben ugye végül is a világbajnoki döntőt elveszítettük, miután ugye 8-3-ra megvertük ugyanazt a német válogatottat, ugyanakkor 1954-ben a VB döntő elveszítése utáni tömegdemonstráció volt az első olyan tömeg megmozdulás, amely Rákosi rendszerrel szemben az utcára vitte a tömegeket, és ami még talán érdekesség, hogy mindkét világbajnoki ezüstérmes szövetségi kapitányunknak menekülnie kellett a pályaudvarról, mind Dietz Károlynak, mind Sebes Gusztávnak, és a játékosoknak is Tatánál le kellett, hogy szálljanak, és sokáig testőrök, illetve hát őrök vigyáztak a játékosokra. Ez az árnyoldala, mert mindenki aranyérmet várt. Ugyanakkor, ha így visszatekintünk a múltba, ez a magyar labdarúgás, ez a két világbajnoki ezüstérem, a három olimpiai aranyérem, hiszen ugye 52-ben is nyertünk, utána 64-ben is nyert a magyar válogatott, és 68-ban is olimpiai bajnoki címet. A mai napig világrekorder a magyar válogatott az olimpiai aranyérmek történetében. Tehát ha most ezt így megnézzük, akkor azt gondolom, hogy nyugodtan lehet azt mondani, hogy ez az egyetemes kultúra része, és hogyha megnézzük, hogy ki a legismertebb magyar, egyértelműen Puskás Ferenc lesz. Ön az MLS-nél is dolgozott, belülről is látta, hogy hogyan működik a rendszer. A Magyar Labdarúgó Szövetség most tudja úgy motiválni a magyar sportot, a magyar labdarúgást, hogy hasonló kiváló eredmények ismét szülessenek majd? Ha megnézzük a Barcelona játékát, nem akarok senkit erre rábeszélni, hogy hasonlítsa össze az akkori aranycsapat játékával, ez a lapos, gyors, passzos játék. Azt gondolom, hogy nem kell hozzá nagy képzelőerő, hogy felfedezzék a hasonlóságot. Ugyanakkor, amióta a labdarúgásban pénz van, azt gondolom, hogy 209 tagországa van a FIFA-nak. Ebből most jelen pillanatban, tehát a hollandok elleni mérkőzés előtt és az andorrai mérkőzés előtt a magyar válogatott a 30. helyen áll a 209 ország között. Az UEFA 53 tagországot számlál, ebben az európai államok között Magyarország mindig a legjobb 20-ba volt, 19-18-17. Helyen. Én azt gondolom, ha most nem is, a mostani világbajnokságra nem is, mert ugye a reális esély arra, hogy a Amsterdamban legyőzzük a hollandokat, nagyon csekély, de hát természetesen nagyon reménykedünk, de azt gondolom, hogy arra viszont reális esélyünk van, hogy a mi életünkben, 1972-ben óta nem voltunk Európa bajnokságon, én akkor születtem, tehát 41 éve a magyar válogatott nem volt EB-n. Azt gondolom, hogy arra nagyon reális esélye van a magyar válogatottnak, hogy még a mi életünkben, a ti életetekben is Európa-bajnoki résztvevők legyünk. Én ebben nagyon-nagyon bízom, de hogy még egy korábbi dátumot is mondja, 2014 tavaszán az U19-es Európa-bajnokság Magyarországon lesz. Ez egy 8 csapatos elitkör, nem is elitkör, hanem ez maga az Európa-bajnokság, ahol az első 6 helyezett kvalifikálja magát a világbajnokságra. Mésző Géza és Pisont István csapatának erre szerintem reális esélye van, és ahogy Adi Endre is mondta, ugye ifjú szívekben élek, és én nagyon optimista vagyok ebben a tekintetben, és nem feltétlenül egy mérkőzésre kell feltenni a magyar labdarúgás jövőjét, hanem arra például arra a 120 ezer gyerekre, több mint 124 ezer gyerek, akik például a Bozsik programban részt vesznek, azok a fiúk, lányok, akik már szeretik ezt a játékot, mert ez végül is egy játék, ez nem háború, és azt gondolom, bármilyen furcsa is, ezek azért nem
nem sors kérdések. Még akkor is, hogyha Bill Shankly azt mondta, hogy a futball nem élethalál kérdése, hanem sokkal több annál. Én ezzel nem értek egyet. Én azt gondolom, hogy a futball a világ legszebb sportja és egy játék. Jenő bácsi, önök a világ egyik legjobb csapata, hanem a világ legjobb csapata voltak az aranycsapattal. Mitől volt ennyire világverő ez a gárda annak idején? Miért volt ilyen jó? Hát ugye az, hogy mitől volt jó, az nagyon nehéz így megmondani, de végeredményben az, hogy ugye kell lenni egyszerre annyi jó játékosnak lenni, minden posztra valóra, tehát teljes egészében az a 11, aki a pályára mind a legnagyobb tudással rendelkező játékos kell, hogy legyen. Na most ezt kell ugye a szövetségi kapitánynak összehozni, és azoknak a játékosoknak a képessége alapján meghozni a lehetőséget annak, hogy eredményesen tudjon szerepelni, ne csak egy meccsen, hanem sorozatban is. Na most ugye az, hogy sorozatban is ugye ez a csapat szerepelni tudott, az köszönhető annak, hogy a játékosok tudásai közel álltak egymáshoz, mind a 11 játékosnak, és tudták az ő gondolatukat is kitalálni, megtalálni a pályán, annak érdekében, hogy a labda oda kerüljön, ahova mi kerülünk, és hát ugye vége az pedig lehetőség szerint az ellenfél hálója legyen. Na most ugye ezekre ugye kell egy szövetségi kapitány, aki ki tudja választani, össze tudja rakni a játékosokat pozíció szerint, és nem beszélve arról, hogy még ugye jó játékossá is nevelni, és hát ugye a csapatot pedig azt szerint, hogy menjen ugye labda ide-oda-amoda, mondjuk ugye mint egy kocsisnak, akinek a feje nagyon magasra tudott emelkedni, kemény homloka volt, és hát ha fölment, akkor hát legdöszőbb gólt fejet. Mindahogy most, ahogy amit nem is mondtam, hogy ugye a világbajnokságon, az 50 világbajnokságon 11 góllal ő volt a legjobb gólkirály. Tehát így ennek érdekében. Na most ugye, hogy összejönnek, azon kívül ugye nem csak ugye, hát hogy mondja az ember, passzogatni, odaadni a játékostársamnak a labdát, hanem tudni kell is helyzetbe hozni is, ugye akkor, amikor úgy van, és van egy akár egy keskerész, vagy egy ilyen beadással olyan pontosan adni, mondjuk, mint hogy a kocsis feje, hogy fél tudja emelkedni, és be tudja vágni a kapuba. Tehát sok mindenen múlik az, hogy milyen eredményes tud lenni egy csapat, abban pedig ugye az kell, hogy olyan játékosok kellenek, akik azon a poszton kiemelkedőek. A másik része pedig ugye, hogy akikre bízni lehet abba, hogy mindenüket a labdarúgásnak szentelik, annak érdekében, hogy eredményesek legyenek, és ők saját maguk is, és hát maga a csapat is. Na most ugye az, hogy ilyen összejön, az egy ritka példány, ugye az, hogy hát egyszerre jön különböző posztokra, mind a 11 posztra, mondjuk olyan képességű játékos, ami felülál mindegyik játékos fölött, és hát nem csak magyarországi, hanem ellenfél viszonylatában is ugye nincsen játékos, és az pedig ugye eredményt is tud lenni. Hát volt ilyen például ugye az osztrákoknak a 30-as évek végén az úgynevezett Wundermannschaft, tehát csodacsapatnak nevezték ők a játékosaikat, abban nem hosszú ideig, pár évig volt csak úgy. Aztán akkor ugye jöttek az olaszok is a 40-es évek elején, és akkor hát aztán 50-es évektől, 48-tól is már mondhatja az ember, már a magyarok ragadták át a stafétabotot, és ugye tudtak előrelépni, és hát lényegében, ha nincs ugye az 56-os forradalom, akkor még jó pár évig, tehát telt házat tudtak volna hozni a pályákra is, és hát ugye eredményesek tudtak volna továbbra is maradni. De itt nem csak az volt, hogy az 56-ban a Puskás, Kocsis, meg a Ciborék, ugye ezek kint maradtak, ugye kint Spanyolországban, hanem lényege benne az, hogy
hogy ugye ezek a csapatok is ugye azért maradtak le, és hát ugye így lassan így nőttünk a helyébe, és hát ugye az, hogy a Sebes meg tudta találni azt a 11 plusz mondjuk 15 játékost is, aki végeredményben össze tud menni, és a másikkal is egy húron tud pendülni. Hát ez nem egy könnyű dolog találmányban, de viszont játékosonként ugye el kell ismerni, és meg kell ismerni a játékos társainak a mozdulatából, hogy körülbelül mit akar csinálni belőle. Mind ahogy nekem ugye volt, például ugye jött egy előttem a Bozsik volt, ugye, és hát ugye mondta azt, hogy ha én összehúzom a nyakamat, akkor hátra fejelem a labdát. Akkor maradj ottan, ha meg nem kinyújtom a fejem, akkor meg előre. Szóval ugye így össze tud illeszkedni az ember, és hát én azt hiszem, hogy egy olyan kivételes lehetősége a világnak az, hogy egy ilyen csapat, mint a parancsapat, egy ilyen kis országnak, mert ugye azért mégiscsak azért ugye, a kis hát országok közé tartoztunk, ahol 10 millió lakossal, és hát azért ugye világviszonylatban azért nagyját tudtuk tenni ezt az országot, annak érdekében, hogy hát világviszonylatban is keressék, ugye, hogy ez a csonka Magyarország vajon a térképen merre van, és tudjanak drukkolni a csapatnak, mert ugye azért messzi világban is ugye azért, ha tudják azt, hogy na most megint jó játszott, akkor na kíváncsiak rá, megnézik, stb. Minden. Mind ahogy hát szaladnak ugye az életbe ezek a dolgok, és hát az embernek ugye jó magamnak azt mondom, hogy jókor születtem, ugye sokan mondják, hogy a mai világban, hát ha most vonátok, mennyi pénzt keresnétek? Hát mi nem pénzkeresésért futballoztunk, hanem azért focisztunk, hogy mindig egy góllal többet rúgjuk, mint az ellenfél, nyerjük meg a meccset, és ami azt jelentette, akkor magyar embereknek örömet tudtunk szerezni, és hát ugye az ember csapatnak a ismeretsége is szállta világgá teljes egészében, mindahogy a mai napig is, hogy akármerre járnak ilyen turisták, meg egyéb dolgok, tudják, hogy magyar, akkor mindjárt Goldmannschaft. Hogyan élték meg az akkori belpolitikai helyzetet? Ugye beszélt arról, hogy kommunista ország csak engedi el, és nem mindig játszott kapitalistákkal, mint például az angoloknál. Önök ezzel hogy birkóztak meg a sport mellett? Na hát ugye mondjuk ugye a pályán végeredményben nincs már politika, ugye ott már csak futballabda van, meg háló van, ugye, amit be kell venni. Na de hát ugye végeredményben azért azt kell mondanunk, hogy azért az a kommunista rendszer is ugye rájött, hogy ugye, ahogy én úgy szoktam legalábbis mondani, hogy háborúban a tábornokoké a szerep, békében sport és kultúra, az, amelyekre egy-egy országot meg tudnak ismerni, hogy milyen, és hát mindahogy ugye nálunk a sport tényleg olyan eredményeket hozott, mert ha nézzük, ugye akkor hát 48-ban már ugye londoni olimpián 10 aranyérmet szereztünk egy vesztett háború után, ugye aztán 52-ben már 16 aranyérem, és akkor ugye 56-ban ottan megint 10 aranyérem volt Olaszországban. Tehát lényegében a magyar sport hosszú éveken keresztül jó eredményeket tudott fölmutatni, mert ugye annak idején a 30-as években is ugye Levente, Cserkész meg egyéb mozgalom, amelyik nevelték az embereket, és ugyanúgy a háború után pedig azért a kommunista rendszer is támogatta a sportot, mert ugye rájött, hogy az országot csak a sporton keresztül lehet megismerni, támogatta is, tehát megadta a lehetőségeket, és hát ugye azért a mai napig is, és főleg ugye az aranycsapat, ugye, amelyik hát, ugye mert a futball ugye az világviszonylatban azért az az első számú sport, ugye amire kíváncsiak az emberek, és hát így ugye mai napig is ugye ilyen eredményekkel nem tudnak leüberelni bennünket, mert ugye
49, meg 65, vagy nem tudom én mennyi alatt, ugye, hát nem tud kikapni egy csapat. És hát ugye ezért szerintem, hogy példának kell lenni a mai gyerekeknek is, és lemondani sok mindenről, mert annélkül nem megy, ugye, ahogy már említettem, és akkor majd ők is tudnak sikeresek lenni, eredményesek, és akkor megint csak ugye magyar embereknek örömet tudnak szerezni. És ennek az egyik alapja az ofi foci, amit ön is mondott, hogy talán magyar találmány, és az, hogy óvodában kezdik a gyerekek a focit. Milyen érzés látni ezt a feltörekvő generációt, és hát mennyire lényeges, hogy ilyen fiatalon elkezdjék ezt a sportot? Hát igen, hát szóval ugye nagy jó, hát ugye hogy életleni, hogy hoztuk össze a dolgokat, és hát ugye én mind alapító szerepelek benne. Tehát lényegében az nekünk a fő célunk, hogy és az, amit hát sikerült ugye törvénybe iktatni, sporttörvénybe, hogy a gyerekeknek is ugye csináljanak pályát, annak, hogy hát sportolni tudjanak. Hát mindahogy ugye most már azért mind többet tudunk építeni, mert most már 41 vagy nem tudom én hányban, 3 év alatt focipálya a gyerekeknek, és hát reméljük azt, hogy most még egy év alatt tudunk 36 körülbelül és a következőben is építeni a gyerekeknek, annak érdekében, hogy kergessék, ugye, mert így nem megy el a labda, műfűves pálya van, elesik, nincs semmi baja neki, tehát lényegében minden lehetőséget biztosítunk, hogy kergesse labdát, tehát nem a futballtudást akarjuk mi, hanem a sport szeretetét.